Gyönyörűen megmunkált botok, címerek, természetről készült, valamint Jézust ábrázoló alkotások is láthatók a Szent Kereszt Katolikus Iskolában. A fa munkákat a 85 éves Vörös Vászki Ottó készítette, aki egykor az intézményben tanított. Nagyon régen, 1953-ban egy kis faluba kezdtem tanítani, és ott láttam különböző tárgyakat díszíteni. Megtetszett, és aztán én is, amit csak lehetett, a bútoron kívül mindent megfaragtam a lakásba. Ottó bácsi mind a mai napig farag. Nemrég a Mária Rádiónak ajándékozott egy Jézust ábrázoló alkotást. De különlegességnek számít a terem közepén elhelyezett bölcső is, melyet 33 évvel ezelőtt készített unokájának. Miután az unoka kinőtte, más kisbabás családok számára is felajánlotta, hogy az első hónapokban az általa készített bölcsőben ringassák gyermekeiket. Az alkotásra rákerültek a bölcsőt használók nevei is. Elég sok idő kell. Különösen meggondolni egyáltalán, hogy mit készítek. Elkészíteni, az is sok idő. Az utolsó munkám, ez a 12 éves Jézus, ezen körülbelül másfél évig gondolkodtam rajta, meg rajzokat készítettem, meg minden. Elkészíteni egy olyan fél év alatt. Hát naponta nem dolgoztam 3-4 óránál többet rajta. Az alkotót az iskola igazgatója, Patonai Gábor is köszöntötte. Valahogy úgy képzelem el, hogy van egy fadarab, van egy faág, egy fatörzs, az ember kézbe veszi, és először csak nézegeti. Nézi a erezetét, nézi a formáját, nézi az évgyűrűket, nézi a színét. A kiállítást Szakál Ferenc Pál, az intézmény egykori igazgatója nyitotta meg. Beszédében elmondta, a tárlat nem véletlenül kapta a Jó Pásztor címet. Mikor megtudtam, hogy a kiállítás témája a Jó Pásztor, várakozásaim a bibliai témák irányába mutattak. Aztán megkaptam a hivatalos meghívót, és a képen, amelynek a címe az Elveszett Bárány, egy krisztusi alak helyett egy egyszerű hétköznapi pásztort láttam. És valóban, a Jó Pásztor képe már az Ószövetségben is felbukkan Istenre vonatkoztatva, János evangéliumában pedig Jézus egyértelműen magára alkalmazza a képet. A pásztor a bölcsesség, a megfontoltság és a biztonság jelképe is, mondta Szakál Ferenc Pál. Ottó bácsi alkotásai az iskola több pontján is felbukkannak. Például az általa faragott keresztet láthatja először az, aki besétál az intézménybe. Ezt a keresztet a kiállítás megnyitója után Szecsődi Péter plébános áldotta meg. Arra kérünk téged, hogy ez az áldás szálljon mindazokra, akik elmennek előtte, akik föltekintenek rá, akik segítségül hívják az Úr nevét.